elismerni kiváló vállalkozásokat, tudományunkat, kultúránkat, identitásunkat erősítő, őrző, különböző művészetek képviselőit, tágabb értelemben a tanítók, a sportolók és még sorolhatnám, közösségét, illetve egyéni képviselőit. Megnyitó beszédében Gesztesi Béla, a VOSZ ügyvezető igazgatója arról beszélt, az érdekvédelmi és szolgáltató tevékenység mellett egyfajta misszióként alapítása óta szervezi az értékek elismerésére szolgáló gálát a szervezet, melyet céljuk szerint példákat kívánnak állítani. Az idei esztendőben a díjazottak között a magyar népművészet és közművelődés kategóriában Szabadi Mihály, a magyar oktatás és köznevelés kategóriában Lukácsi Pál és a magyar sport kategóriában Jankóczyné Kiszli Vanda vehette át az elismerést. A kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó díjjal Süli János országgyűlési képviselő tevékenységét honorálták. Valószínű, hogy szocializálódtunk már gyerekkoromban. Nekem édesapám az tanárigazgató helyett, és utána tanácselnök volt. Aztán tulajdonképpen ott látta az ember, hogy mindig jött valaki, hogy segítsen, intézze ügyet, olvassa már egy levelet, vagy akkor válaszolja meg, azt így bele csöppent az ember. Tehát természetes eleme volt. A közönségdíját a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar vehette át. Évről évre egyre komolyabb szintet tud elérni a fúvószenekar. Bizonyítja is ez azt, hogy évről évre nagyobb koncerteket tudunk rendezni, komolyabb darabokat tanulunk meg. Most idén voltunk Valenciában egy nemzetközi versenyen, ahol szerintem nagyon szépen teljesítettünk, és én úgy gondolom, hogy ezt a szintet szeretném továbbra is megtartani, illetve építeni rá. A díjátadón az is elhangzott, a vállalkozások adják Magyarországon a foglalkoztatás alapját. A VOSZ ott van az érdekegyeztetésben. A kormány folyamatosan tájékoztat is minket, és mi is folyamatosan bombázzuk a kormányt a saját gondolatainkkal, és ennek azért egy jó része be is futott. Tehát azért, amikor az van, hogy a kormány ezt a segítséget, azt a segítséget adja, azért ott 90%-ban az van, hogy a VOSZ mögötte volt, és segítette a döntésben a kormányt. Fajszi Lajos, a VOSZ-Tolna megyei elnöke arról beszélt, a jelen helyzetben a legfontosabb, hogy a vállalkozások az összefogás erejével tudják kiharcolni azokat a minimális segítségeket, amelyekkel túl lehet élni a mostani egyre nehezedő időszakot.